Sziasztok, ez itt a Filmterápia 9. része. Én még mindig Dávid vagyok. Ma is itt van velünk műsorvezető és szerkesztő társam Bálint. Sziasztok! És akkor nézzük, hogy miről lesz szó a mai adásban. Van rengeteg hírünk, többek között itt beszélni fogunk Tűzgyűrű folytatásról, akkor Farkas folytatásról, Star Wars hírünk is van, nyilván kötelező. Persze, és még Jack Sparrow kalandjairól is szót fogunk ejteni. Igen, és utána áttérünk a trélerekre, ahol is hát sorra veszünk jó néhányat. Többek között a Raid 2-t, az új Step Up-ról jött ki tréler, valamint a demóráról is, ami igen kecsegtető. Ahogy mondod, premierekre utána áttérünk. Lesz itt Noé, működik a kémia, mindenféle jó kis film. Aztán pedig ugye jönnek a megtekintett filmjeink. Igen, ahol először is a Dallas Buyers Clubot, a Frozent, az amerikai botrányt, az Ender's Game-et fogjuk kitárgyalni, majd röviden fogunk beszélni a fogságról, a vérmesékről, és a Manhattanről. Igen, és zárásképpen pedig Amerikán kívül ismét, de nem is olyan messze, ugyanis magyar filmet néztünk meg Szász Jánostól, a Nagy Füzetet. Ezekről fogunk akkor a mai adás során beszélni. Kezdjünk is hozzá, lássuk a híreket. Rendben, az első hírunk a héten, hogy Doug Liman rendezheti majd a Splinter Cell filmet, amiben Tom Hardy főszerepel. Igazából ugye Doug-nak a Born Identity, a Mr. és Mrs. Smith és a Holnap határa, ami ilyen kiemelkedő filmjei, Tom Hardy főszereplő a filmet, szóval nekem már nagyjából megvettek. Én alapvetően pozitívan állok hozzá ez az egészhez. Nem tudom, te hogy látod. Ez nekem is tetszik. Tom Hardy hatalmas kedvencünk, bármibe jöhet. Splinter Cell-t, ezt annyira nem ismerem, ugye játékadaptáció lesz. Ez a lopakodós akció dolog. Igen, igen. Szóval a Burn Rite-é az még úgy passzolhat is a munkássághoz. Igen, csak ne akarjanak beleerőltetni fölöslegesen szerelmi szállat. És akkor jó lesz. Hát reméljük elkerülni ezt a hollywoodi átkot. És ugye a Holnap határát hozza majd még idén nekünk Doug Liman. Az az akcióhoz van neki szeme, szóval. Igen, nem félek. Az annyira ése. Akkor mehetünk is következő hírünkre, ami a kötelező Star Wars hírünk. Ugye már beszéltük nincs filmterápia Star Wars hír nélkül. Ez most egy kicsit konkrétabb, mint az előzőek. Ugyanis azt a hírt kaptuk, hogy 30 évvel a Jedi visszatér után fog játszódni ez a hetedik rész, és ugye fiatal karakterek lesznek a központban, és az öregek csak asszisztálnak majd nyilván hozzájuk, és végül is nincs új, tehát azért ezt nagyjából gondolhattuk, nem? Hát ezt majdnem mindenki biztosra vette szerintem. A lényeg annyi, hogy oké, értem, ezt a fiatalítás korszakot éri a film, de vagy a filmezés, csak nagyon-nagyon túlozzák el. Tehát legyen azért egy-két olyan 30-40 év körül is. Persze, hát egy rövid cameóra, ez már meg van erősítve. Visszatérnek ugye az öregebbek, és akkor most már ez a 30 év is hivatalos. A forgatás pedig májusban kezdődik el Londonban. És ugye kaptunk még hozzá egy logót, amit majd beleteszek a leírásra, meglátjátok. Ezt egy francia grafikus tervezte, hogy hogy néz majd ki. Hát nem túl eredeti. A T betűt egy hetesre cserélték a Star Wars-ban. Hát majd meglátjuk. Reméljük nem ez lesz azért a fő logó. Igen, vagy esetleg kérhetjük úgy a mozi jegyeknél, ahogy Dávid már kitért rá egyszer, a magyarok logikusan Star Wars filmre fognak menni. Igen. Na, akkor egy Adam Sandler poénokról, és akkor behetünk a következő hírünkre. Ugye a Tűzgyűrűnek lehetséges folytatása lesz, ugyanis a Legendary Pictures elnöke mondta, hogy nyitott a Tűzgyűrű folytatására, ugyanis a nemzetközi porondon jól szerepelt, ezért hát Del Toro-val egyeztetnek, és hogyha ha olyan forgatókönyvvel, vagy illetve folytatás ötlettel áll elő, ami érdekelni, akkor valószínűleg lesz Tűzgyűrű folytatás, de mivel ugye Del Toro-nak jelenleg azért több filmen is dolgozik, ez valószínűleg 2016-2017 környéke lehet leghamarabb. És igazából nem tudom, van-e hozzáfűzni valód.
Hát végül is egyébként simán benne van egy folytatásfilm, szóval... Hát ha Szerintem... jön, akkor mindenféleképp nézős lesz. Az első rész sem volt olyan rossz. Csak a Igen. sztorira kicsit Lát... jobban ráfeküdhetnek. Igen, csak ugye azzal is az volt a baj főként, hogy megvágták. Én úgy gondolom. Hát igen. Ugye Amerikában eléggé bukta volt, de kint, főleg Kínában hatalmas pénzeket hozott be. Szóval kb. Kína mentette meg ezt a filmet, úgy néz ki. Sok mindent meg tudnak menni a kínaiak. Hát igen. Szóval olyan fele más hír. Végül is, ha jön, mindenféleképp megnézzük, de nem mondom azt, hogy a várólistám első helyén van. Hát ez így igaz. Na hát akkor mehetünk következő hírünkre is. Ugyanis Andy Serkis fogja rendezni a Dzsungel könyve filmet. Andy Serkis a Gyűrűk urából ismerhetjük, mint Gollum, vagy a Tökéletes trükkben is szerepelt, illetve a Majmok bolygójában ő volt Cézár. És ugye már a Gyűrűk urában asszisztált Peter Jackson mellé egy-két kevésbé fontosabb jelenetben ő segítkezett neki, és akkor ez lesz az legelső filmje, a rendezői debütálása. Ugye a Warnernél fog készülni, élőszereplős per CGI lesz, mint mostanában minden. És hát ezt kell tudni. Eredetileg Steve Kloves rendezte, írta volna, aki a Harry Potter filmeket csinálta, írta. Szóval kíváncsian várom ezt a rendezői debütálást. A dzsungelkönyv animációt én azt szeretem, főleg az első rész, az olyan vicces, kedves, aranyos. Szóval, Igen, jó. az jó volt. Az elsőt azt én is nagyon szeretem, de hát kíváncsi vagyok azért. Peter Jackson mellett biztos elszertett valami kis tudományról, és mindig érdekes egy új rendezőt látni a porondon. Persze, ez elég nagy feladat lesz itt első rendezőként, azért bekapta, nem könnyűt. Hát igen. Ráadásul dzsungelkönyvben, hát igen. Igen, azért az elég kultikus, szóval az jó kell hozzányúlni. Na hát Igen, meglátjuk, hát hogy akkor teljesít. pontosan. És jött a folytatás hírünk, ugye? A Verdák 3 és a Hihetetlen Család 2 elkészítése tervbe van véve, ez nagyjából 2017 környékére fog kijönni. Ugye a Disney ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy Brad Ryder bízták meg a feladattal. Ugye ő csinálta a Hihetetlen Családnak az első részét, és a Lecsót is, amelyel Oscart is nyert. Én ennek mindenképp örülök. Ugye a Hihetetlen Család azért szerintem egy nagyon jó animáció volt, amit a Pixar összehozott, és annak lesz folytatása ugyanazzal a készítővel. Hát szerintem ez a legjobb, ami kijöhetett ebből az egészből. Igen, ez nagyon jó hír. Hát a Verdák 3 az már kevésbé. Az első rész az nekem nem nyerte a tetszésemet, a másodikat már meg sem néztem. Szóval... De hát jó hoz a pénztáraknál. Szóval kötelező a folytatás. Hát azért az egyre mondják, hogy azt többen mondták már nekem, hogy az elvileg jó film. Én még személy szerint nem láttam. Hát elég közepes volt. Pixar viszonylatban meg inkább rossz, mint jó. De hát a Hát Hihetetlen majd. Család az, viszont annak nagyon örülünk, én azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, azt szerintem nagyon ötletes, okos képfilm, paródia, nagyon jó. Igen, az nagyon jól ki lett találva, és ebből jöhet nekem még egy rész. Ahogy mondod, akkor mehetünk következő hírünkre. A múlt adásban beszéltünk a Steve Jobs filmről, ugye író rendező már megvan, és most David Fincher, a rendező úr Christian Bale-t próbálja Steve Jobs szerepére megnyerni. Ez Oscar szagot érzek a levegőben. Nem csak te, szerintem Christian Bale is. Igen, meg hát azért Fincher, meg ugye Sorkin írja, Hát életrajzi igen. film. Ez jónak tűnik. Annyira nem szeretem az Apple termékeket, és nem olyan vagyok tájékozott ilyen téren. Mondjuk a Facebooknál is így voltam, aztán tessék, közösségi háló, szóval ezt mindenféleképpen várom. Az én is. Hát ugye az Apple-nek már minden ott a keze, és Christian Bale szerintem tökéletes lenne Steve Jobs szerepére, mert megvan benne az az elszántság, hogy eljátsza őt. Igen, róla majd még lesz ma, ugye, szó későbbiekben, átváltozó művész, mindent eljátszik. Igen. Na hát ide még egy kisebb hírt jegyeztünk fel, ugyanis Sofia Coppola fogja a kis hableányt megrendezni, és íróknak pedig elég érdekes személyeket jegyeztek fel. Abby Morgant, aki a Szégyentelent jegyezte. Hát, oké. Gyerekfilm, mindegy. Kelly Marcel, aki a Szürke 50 árnyalatát fogja most írni.
Oké. Jó, illetve még a Banks úr megmentését, szóval így már rendben vagyunk. A végső átírás pedig Caroline Thompson végzik, az ollókezű Edwardot írta. Szóval elég erős nevek dolgoznak rajta. Sofia Coppola ugye elveszett jelentést csinálta. Ő nagyon tehetséges rendező. Meglátjuk, mit tud kihozni ebből. Hát nekem ez egy kicsit érdekes, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ugyanazt a kis hableányt lehet majd megnézni, amire annó még kijött az a kis rajzfilm. Ringat a Mely a... víz. Igen, tehát én mondjuk személy szerint nem láttam, de tehát így az ilyen írók között szürke 50 árnyalata elég újszerű lehet akkor ez a kis hablány. Vagy nyilván csak vízből mondtuk. De Nem. nem tűnik ez rossznak. Sofia Coppola nagyon tehetségesnek tartom. Megvan benne a Coppola vér, szóval. Igen, mindenképp jó lesz. De hát menjünk tovább, mert 2017. március 3-án jön a Warrior folytatása, és hát James Mangold marad a rendező, Hugh Jackman pedig egyelőre nem nagyon izgatja ez az egész dolog, mert ő csak akkor érdekelni, azt nyilatkozta, hogy csak akkor érdekelni, hogyha ha tényleg úgy gondolja, hogy jó az ötlet, és megérni a rozsomáknak a folytatása. Hát igen, nyilván lesz, tehát nyilván ő lesz a főszereplő. Rozsomák már örökre Hugh Jackman maradt, tehát nem hiszem, igen, hogy ezt elveszik tőle valaki. Nem hiszem, hogy bemernére castingolni egy új színészt. Egyelő lenne az öngyilkossággal. Meg én úgy gondolom, hogy azért Hugh Jackman akármit mond, azért ő buliból nagyon élvezi ezt a farkas szerintem. Hát lehet, bár már nagyon régóta játsz ezt a szerepet, lehet kicsit már megunta. Hát meglátjuk, James Mangold rendező ugye marad, ő csinálta az előző rozsomák filmet, miről beszéltük, ugye kicsit közepes lett. Meglátjuk, reméljük azért, hogy ez következő rész jobbra sikerül. Tehát azt mondta Hugh Jackman, hogyha tényleg lesz rá igény, hogyha tényleg megigényli az egész X-Men világ, akkor benne lesz. Hát hallgass! Ő azért szereti ezt az X-Men világot, én úgy gondolom. Persze, reméljük, ha azért hallgatnak rá, és akkor tényleg egy remek forgatókönyvet dobnak össze, nem úgy, mint a múltkor. És akkor mehetünk megint premier dátumok, ugyanis 2016. március 4-ére ki van írva egy Ridley Scott film, aminek még nincs megnevezve a címe. Sokan találgatják, majd ez valószínűleg a Prometheusnak a folytatása lehetséges. Ridley Scott szerint a forgatókönyv már elkészült, Michael Fassbender és Naomi Rapace is benne lenne a folytatásban. Mit szólunk ehhez? Hát nem tudom, Dávid, te mit gondolsz? Hát az első rész az nekem tetszett nagyon, illetve tudom, hogy több embernek nem épp a szíve csücske, mert ugye Alien folytatás vártak, és azt végül nem kapták meg, de szerintem egy korrekt film volt igazából. Annyi problémám volt, hogy Damon Lindelof írt ugye a forgatókönyvet, én nagyon kedvelem, a Lostot csinálta, Star Trek-et írta, de túl sok volt a nyitott kérdés. Rengeteg dolgot nem válaszoltak meg benne, és akkor ezért mindenféleképp szükségesnek látod egy második részt. Igen, csak kérdés az, hogy meg tudják-e magyarázni mindazt, amit Lindelof fődobott. Tehát hát nem valószínű, mert Lindelof úr az már nem dolgozott a forgatókönyvön, ő kiszállt, és egy új onc kapta meg, aki a idén majd a Transcendence-t írja. Nyilván látta az első részt, tehát majd arra rá fogja kötni a másodikat, de ez viszont mindenféleképp nézős. Igen, érdekes, meg nézős, de még el se készült a film, és már van 145 kérdésem, hogy akkor most mi lesz. Igen, tehát kicsit, hát nagyon túl sok mindent kell megválaszolni. Magas a léc. Elég magas a léc. Bár készítő marad, Michael Fassbender, másik kedvencünk, hát, Tom Hardy kívül. Igen. Szóval nagyon szeretjük. Ide még egy kisebb hír, a Szellemírtóknak a harmadik rész ugye készületekben van. Ugye sajnálatos hír, hogy Harold Ramis nemrégiben elhunyt, de a filmet mindenféleképp megcsinálják. A régi rendező volt, úgy volt, hogy megcsinálja Reitman, de ő most kiszállt, egyéb okukra hivatkozva. És úgy néz ki, hogy Phil Lord és Chris Miller lehet a befutó, akik a 21 Jump Street-et, a Lego kalandot csinálták, szóval remek választás. Igen, egyetértek, szerintem ebből egy nagyon jó kis mozifilm lesz. Ahogy mondod, mehetünk tovább. Hát van még további két premier dátumunk, 2015. január 9-én ugyanis jön az Elrabolva 3. Miért?
és 2015. október 2-án pedig a Frankenstein fog kijönni. Nem ez a Én Frankensteinnek a hülye folytatása, nem, a rendes Frankenstein, amiben ugye Viktor szerepében James McEnroe, Igor bőrébe pedig Daniel Radcliffe fogja megszemélyesíteni őket. Én szerintem ez egy nagyon jó kis filmnek ígérkezik így elsőre. Érdekes. Igor szerepében Daniel Radcliffe. Egy jó színész bizonyította, beskatujázták nagyon Harry Potter miatt, utána láttam egyéb filmit is, mert fekete ruhást, vagy most van neki a Kill Your Darlings. Szóval ő tetszik, hogy próbál kitörni ebből, és sikerül is neki. Szóval nagyon jó. Hát kíváncsian várom, hogy fogja ezt a kicsit a kis morbid... pupos szolgat Igen, szerepét el. pontosan. Érdekes ez. Én is. James McAvoy pedig a mocsokban engem már meggyőzött teljes mértékben, hogy egy jó színész, szóval ez egy nagyszerű szereposztás. Még kettő premier dátumunk van. Kicsit előre, de berendelték a Fantasztikus 4-es második részét, 17. július 14-ére. Hát, kicsit elhamarkodottnak érzem. Én is, azért jól lett volna megvárni, hogy mit hoz az egy. Tehát... Igen, hát nyilván nem jön össze, akkor törlik ezt a premier, de nagyon bíznak a filmben, úgy néz ki. A másik, ami egyik legérdekesebb, az pedig idén jön majd a film, október 24-én, a The Secret Service, Matthew Vaughn-nak az új filmje, ugye Matthew Vaughn csinálta a Csillagport, a Kick-Ass-t és az X-Men elsőket, amiben öreg titkos ügynökök fognak fiatal titkos ügynökökkel szórakozni, nevelgetni, tanítják őket, nyilván ez egy nagyon leegyszerűsített alap, tehát nem erről fog főleg szólni. A szereposztás, ami érdekes, Samuel L. Jackson, és Colin Firth lehetnek majd az öreg titkos ügynökök. Hát a fiatalok meg Taylor Swift nevét emlegették. Hoppá. Igen, azt ott indokolatlanak érzem ebben a filmben. Remélem, hogy ez csak egy ilyen poén volt. Nyilván, hát remélem, hogy nem. És hát állítólag még Lady Gaga, Elton John, vagy David Beckham is fel fog tűnni. Hát figyelj, ezek az egy-két perces kameók azért azok jól szoktak lenni. Ja. Hát Matthew Vaughn nagy haverja Guy Ritchie-nek. Együtt dolgoztak szinte az összes filmjükön. David Beckham is nagy haverjuk, szóval ilyen haveri alap cameók várhatóak. Ez jónak tűnik. A két öreg titkos ügynök engem teljesen megvett. Na hát akkor mehetünk hát, is tovább. Igen. Kaptunk, mert miért ne kapnánk minden héten legalább egy reboot hírt, ugyanis az Átoknak megcsinálják a rebootját. Egyelőre azért nem lehet róla sokat tudni. A forgatókönyvet Jeff Ballard írja. Ugye az ő nevéhez fűződik az éjféli etetés, a Szanatórium című horrorfilm, tehát azért a horrorban mozog, ami mindenképp jó, és Sam Raimi dolgozik még rajta, aki ugye a Gonosz Halottnak a remake-ét is csinálta, tehát az viszont mondjuk egy jó hír, szerintem. Igen, ez jó hír, ugye a cég a Ghost Pictures hozzá ezt. House Pictures hozza ezt tető alá. Az Evil Dead remake-nél nagyon eltalálták a dolgokat, tehát az egy kifejezetten jól sikerült remake. Nagyon kevés filmben lehet ezt rásütni. Szóval, hát én az Átkot nem láttam, egyiket se, nem is tervezem megnézni, egyéb okok miatt. Vajon mi? Egyéb okok miatt. Szóval, hát az igazság, hogy ezt sem fogom megnézni, de mindenféleképp jeleztük, mert ugye van kisebb rajongótábor ezeknek a filmeknek. Ó, lehet, hogy én elbeszélek arra, hogy megnézd. Esélytelen. Fekete hajú, fehér ruhás, halott gyerekek, nem. Ez sosem. Na. Na jó, de még erre egyszer. Úgy se fog összejönni. Mehetünk következő és egyben legutolsó hírünkre, ami igényli majd a megbeszélést, ugyanis Bob Iger, Disney igazgatója, vezérigazgatója elég nyilatkozatképes volt a múlt héten. Ugyanis a Verdák hihetetlen család folytatás után még azt is jelezte, hogy a Karib-tenger kalózai 5 nem feltétlen biztos, hogy el fog készülni. Tehát most még nem tudni, mikor lesz, de az se biztos tudni, hogy lesz. És ez szerintem egy elég sokkoló hír. Hát igen, pláne azért, mert ma majdnem biztosra vette mindenki, hogy lesz. Már megvannak a rendezők. Már a forgatókönyv is nagyjából megvan, hogy miről fog szólni. Christoph Waltz valószínűleg bekasztingolták gonosznak. Igen, tehát alapvetően nem hülyeség, meg nem rossz filmnek indulna ez az egész. És
tehát nem értem, mert ugye biztos lenne rá vevő, tehát a Karib-tenger kalózai ez egy olyan sorozat, amire úgyis beül mindenki. Hát a második rész is bármennyi már... Csalódáskeltő volt a negyedik rész. Igen, tehát az is $1 milliárd fölött hozott még a Csalódáskeltő negyedik rész is. A trilógia is rengeteg pénz hozott. Tehát, ami nagyon kedves a szívemnek egyébként, nagyon-nagyon szeretem az első három részt. Hát a negyedikkel már nagyon sok problémám volt, de mindenféleképp nyitott lennék egy ötödikre. Bár nem tudom egyébként, hogy mennyire szomorú hír ez, mert most csinálnának egy még rosszabbat, és Jack Sparrow, Johnny Depp megint beöltözne, és megint ugyanazt a szerepet elhozna. Hát nem tudom, hogy az mennyire lenne még szükséges. Hát ez is igaz. Minden esetre azért olyan furán jön ki ez az egész. Hát igen, nem mondom azt, hogy ez is egy feltétlenül szükséges film lenne a Karib-tenger 5, mert szerintem már a 4 sem volt annyira szükséges. 3-ban olyan szépen lezárták. De hát jó, azt hittem, hogy ezt a végtelenségig fogják csinálni. Hát úgy látszik, nem. Úgy látszik, hogy Bob máshogy gondolja. De ellenben nyitottak egy hatalmas élményparkot ilyen Karib-tenger kalózú témával. Arra volt pénz. A Disneynek mire nincs. Tehát... A Disneynek mindenre van pénze. Na hát akkor ezt igen. A végére ezt a hírt hagytuk, és akkor mehetünk az előzetesekre. Hát az első előzetesünk a héten, aminél én tapsoltam, a Raid 2-nek újabb egy perces előzetese jött ki, és ez a legjobb kett csináló. Tehát én megnéztem ezt az előzetest, és mint a kisgyerek, akinek nyalókát lengetnek az óra előtt. Pontosan. Ez tehát üt, nagyon keményen üt. Ezt nagyon. Annyira várjuk. Amerikában már március 28-án megnézhetik, ilyenkor nagyon bánom, hogy nem élünk ott, ugyanis én magyarországi is. Premierről semmi hír nincs, tehát meglátjuk. Idén nem viszont bemutatják. Tehát maximum akkor, ha nagy siker lehet, az már nyilván nem lesz, mert nem nagy vászon betítik, vagy több embernek, hanem csak kisebb mozikban. De az első részt behozták, ezért reménykednek, hogy a másodikat is behozzák. Hát jó, hát de nem áll egy éves késéssel, tehát azért ne velem szívassan, engem szívassanak már azért, mert hülyék. Hát pedig ez a valószínű, csak a szinkrontól kíméljenek meg minket. Hát figyelj, azért bő egy percet beszéltek az első részbe, tehát azt kibírom. Hát jó, csak itt a ütéseket, meg nyögéseket lenne szinkronizálják. Mert... Ja, hát akkor eredt van. Akkor én is, de ez mindenféleképp ütősnek tűnik, szóval nézzétek meg az előzetest, meglátjátok, miről beszélünk. Nagyon tökös akciófilm ez. Mehetünk is tovább, következő előzetesünk a Step Up-nak az ötödik része, a Step Up All In. Hát az alap nem változik, a séma ugyanaz, csak most Las Vegasban fog megtörténni. Minden, ami az első négy részben is már megtörtént. Igen, na itt volt az, amikor bánytelet akart vágni. Tehát én nagyon nem szeretem a Step Up filmek sorozatot. Tény, hogy sokkal inkább ez, mint az Alkonyat meg a társai, de ez is csak egy ilyen tetszelgés szerintem. És engem annyira nem fog meg. Hát, annyira, nem tudom, annyira nem köt le. Hát igen, ez nem is főleg nekünk készülnek ezek a filmek, tehát a harmadik része egyébként az nekem tetszett idézőjelben, tehát az nem volt olyan rossz. A negyedik az szerintem kritikánál olyan sikeredett. Itt volt viszont egy nagyon jó kis önirónia az előzetesben, hogy az egyik szereplő mondta, hogy miért kell mindegyik film végén egy nagy tánc csatának lennie. Szerintem ez egy vicces kis önirónia volt. Az biztos. Tehát egyébként ebben nagyon igaza van. Tehát... Tudják ezt az írók is, tehát nyilván nem vesznek hülyére minket. Mindenki tudja, hogy mit várhat ettől a filmtől, azt is kapja. Azok nézik meg nyilván, akik eddig is látták és tetszett nekik, szóval semmi új nincs a nap alatt. Mehetünk következő előzetesünkre. Ami nem más, mint a Guyver című film. És hát ez a film volt az, amin én nagyon komolyan elgondolkoztam, hogy akkor most... Én ezt meg akarom nézni, Dávid. Én úgy gondolom. Hát érdekesnek tűnik. Ugye casting miatt én is... megnézném, maga a sztori annyira nem érdekel. Hát persze, igen. Tehát elvettek az emberektől valamit, ami békét hozott, és akkor kapnom valami injekciót, ami fenntartja a rendet, de mindig van egy srác, aki kilóg. Itt is tehát ez a tipikus alkonyat folytatásnak szánják, persze,
csak a kicsit ez a mellékszereplő gárda, ez olyan megfogó. Azt mondtad, a Jeff Bridges, Meryl Streep, az... Igen. Igen, tehát alapvetően ők úgy vonzzák ezt, mert ők jó színészek. A sztori az blöd baromság szerintem, meg ezek a tini színészek is, és a kedvenceim, és már fent említett Taylor Swift is a stáb tagja, ugye, de az a két színész annyira érdekel engem, hogy hogy kerültek ide, tehát ezt meg külön hogy kerül két Oscar díjas színész ide, de hát nyilván akkor mégsem olyan rossz az alap, hogy ha már elvállalják, tehát Meryl Streep azért nem vállal el minden. Igen, ez tény. Ezért is fog kapni egy Oscar jelölést, vagy valamiért. Igen. De... Jeff Bridges már nem tudok ilyen büszkén nyilatkozni, mert azért láttunk egy bizonyos R.I.P.D. szellemzorukat. Hát igen. De azért, ez azért nem volna nagyon a tekintélyéből. Hát igen. Szóval ez még bennem kétségek vannak, hogy kell-e vagy nem kell, de nem tűnik azért olyan rossznak. Hát az előzetes maga jó volt, de a sztorival van nekem nagyon bajom. Egyszerűen legyek. Hát igen. De mehetünk is következő ifjúsági filmünkre. Ugye, ha rengeteg ilyen van. A The Maze Runner. Már múlt héten is rengeteg ilyenről beszéltünk. Na de ez a Maze Runner, ez elég érdekesnek tűnik. Ez ki is lehet mondani, hogy ez még akár jónak is tűnik. Sőt, igen. Eléggé tetszett is. Fiatalokról szól, akiket elkülönítenek egy szigetre, és akkor onnan kell kijutniuk különféle csapdákon, labirintuson keresztül. És hát nagyon hangulatos, tetszetős trailer volt ez. Igen, feszültségkeltő és figyelemfelkeltő volt egyszerre. És alapvetően a maga az alap, oké, labirintusból kell kijutni, tehát már ezt már a görögök is eljátszották, de úgy jó volt kivitelezve szerintem. Tényleg a hangulat a legjobban, és olyan, ahogy mondod, pörgős volt, feszült, meg az a labirintus is marha jól nézett ki. Igen, tehát az tény, hogy nagyon jó ki volt találva. Igen, igen, hát... Ugye ez is egy ilyen franchise-nak szánják, és ugye ez lehet az egyik, ami buktató lehet, hogyha ha nagyon erre a franchise-ra mennek rá, nem magára a filmre. Igen, igen, pontosan, mert itt is ki volt írva, hogy az epikus történet kezdete, és akkor minden mennyire epikus. Nem tudom, hogy egy önálló filmként mennyire tudjuk majd kezelni. Ugye a végén majd lesz egy nagy csavar, és akkor majd jön a második rész, utána meg a többit még szétbontják, és akkor bontják, ameddig csak lehet. Reméljük azért nem lesz ilyen jellegű probléma. Igen, de hát akkor menjünk tovább, mert ugyanis a demónának kijött az új előzetese, ugye ez a Csipke Rózsika feldolgozás a mostoha szemszögéből. És nekem nagyon tetszik. Tehát ugye volt ez amikor a hamupipőkét dolgozták föl, de igazából a Jack az óriás előnél volt az, hogy talán jó irányba haladnak, de ez a demóra, ez nagyon kiemelkedik a közülük, mert látványvilág is nagyon jó volt, meg egy Angelina Jolie, mint gonosz mostoha, ez nagyon el lett találva szerintem. Az hatalmas casting szerintem nagyon illik rá a szerep. Meg elég sötét volt a tónusa az egész előzetesnek. Igen, és ezért érdekes főleg. Igen, nyilván PG-13 a kategória, de azért úgy tényleg elég sötét volt. Nagyon tetszett. Angelina Jolie meg szerintem itt jutalomjáték lesz. Nagyon élni fogja ezt a szerepet. Meg a már említett látványvilág, az tényleg olyan nagyon hangulatos volt. És voltak olyan jelenetek, amik beinvitálnak a moziba, tehát amik úgy hivogatnak. Jaja. Jól nézzi. Meg ez a váltott szemszög is tetszik, hogy most nem Csipke Rózsika, hanem igen. Ugye a gonosz mostoha szerepéből láthatjuk az egészet, kis csavar a sztorin, nekem ez ötletes is tetszik, szóval ez biztos egy nézés lesz. Mehetünk következő előzetesünkre, ami szintén nézős lesz majd a film mindenféleképpen, a The Signal. Ez az új District 9-ként emlegetik az előzetesben, hát azért én ezzel várnék egy kicsit majd a film után, ezt felhozhatjuk. Igen, tehát azt várjuk meg, hogy megnézzük. De fú, basszus, ez nagyon elkapott, ez nagyon jó volt. Két hacker volt, üldöztek egy srácot, valakit, aztán elkapták őket a sivatagba, aztán rabságba ébrednek, és fú,
Nagyon jó volt. Az utolsó 30 másodperc az nagyon ütősre sikeredett. Tényleg egyébként úgy valahogy ez a District 9 érzés úgy megvolt. Igen, engem is nagyon fölkaptam rá a figyelmem, és igazából tehát nem árult el túl sokat, csak annyit, hogy érdekeljen. Igen, És ez a igen, ez a legjobb előzetes recept, tehát nem meséli el az egész filmet, mint amiről majd szó lesz előzetes rovatunk végén, hanem pont annyit ad, amennyi kell, amennyi felkelti az érdeklődésed, mint itt. Tehát nem is annyira akartam megérteni, hogy miről van szó, hát ezért van a mozi, bemegyünk, megnézzük, ott megértjük. Ez pont egy remek kezdcsináló volt az egészhez. Szóval ez nagyon tetszetős. Mehetünk tovább. Még, ugye van még két darab trélünk, ebből az első az Earth to Echo, ami igazából egy ilyen kis találkamerás film lesz. Itt kisgyerekekkel lesz az egész. Megtalálnak egy idegen eszközt, ami, mint kiderül, él, és egy kicsit IT-szerűen hazapróbál jutni. Vagy legalábbis ez jött le az előzetesből nagyjából. De alapvetően olyan jónak ígérkezik számomra legalábbis, érdekes, és figyelemfelkeltő volt, bár nem tudom, hogy fog ez funkcionálni a talált kamera plusz kisgyerekek. Tehát itt azért van kérdésem még. Igen, olyan szuper 8 IT hangulata volt. Gonosz kormány, meg nyilván nem hagyja majd ezt az idegen életformát elhagyni az országunkat, de bolygónkat. De ez is egyébként elég hangulatos volt, szóval egész jó trélereket kaptunk a héten. Ez is nézős volt. Olyan korrekt, ifjúsági science fictionnek tűnik, mint amilyen a Super 8 is volt. Igen. Meg a nyári blockbuster szezonban fogják ezt majd bemutatni, eddig nem ott tervezték, de így még több pénzt belefetszöltek a speciális effektekbe, szóval azzal sem lesz probléma, ez is jónak tűnik, szóval ez is szerintem nézős lesz. Ha nem is rögtön moziba rohanós, de egy DVD megnézés szerintem megérez is. Igen, szerintem is, abszolút. És hát akkor van egy még egy trélerünk, ami szerintem Dávidnak a saját ízlése kényeztetésére rakta be, szóval vezess fel, Dávid. Nem, ez nincs így. Ez egy elég új trailer, és valószínűleg ez a filmterápia történetének legbetegebb és legmorbidabb előzetese. Sokat gondolkoztam, hogy benne legyen az adásban, vagy sem, mert hát majd meglátjátok, vagy meghalljátok, de ez már tényleg az a szint, ami alá nagyon nehezen lehet lecsökkenni. Szóval rengeteg sok rossz előzetes, rossz filmet azért megnéztünk ma életünk során, de ez barátom, alulmúlt mindent. Ez pedig nem más, mint a zombubies, a zombi cickók. Szóval, ezt így kimondani is rohadtul fáj. Gonosz doktorok, hát mellfüggők talán, és meg akarják alkotni a tökéletes mellett, de félresül, elsül a dolog, és átalakulnak gonosz szörnyekké, miközben mindenféle hiányos öltözékű nagymellű nővel veszik fel a harcot. És ez természetesen egy japán film, tehát szerintem ezt nem is kell mondani. És nagyon megviselt, szóval ez már sok szerintem. Átadom a szót, hogy fejtsd ki gondolatait. Hát ez a... Ugye volt ez a híres zombi ez, szintén ugye keleti kultúrából származó horrornak titulált valami, és akkor az ember ugye azt hitte, hogy ennél lejjebb már nincs. Tévedtem. Ez a lejjebb. Tehát amikor már női mellek esznek fura lényeket, az már kicsit sok. Ezek a fura lények úgy néznek ki, mintha a Paint-tel szerkesztetted volna őket. Igen. És tehát nem is értem, hogy ebbe sztorit akarnak erőltetni, vagy... Még nem teljesen biztos, hogy elkészül, mert még azt hiszem 10 nap van Kickstarteren indítottak el egy projektet, ugye az mostanában nagyon menő onnan pénzt szerezni. 99 000 dollár kell még nekik, eddig 5 000 jött össze, és van még 10 napjuk, hogy beszerezzék ezt az összeget, hogy meg tudják csinálni a filmet. Hát nem mondom azt, hogy rohanjatok és adjatok rá pénzt a Kickstarteren. Szóval... Én meg azt mondom, hogy nem. Igen. Szóval... Tehát sok beteg dologot láttuk már, de ez azért ott van a top mezőnyben. De már magad az előzetes, ez szerintem teljesen pusztítóra sikerült. Feldolgozhatatlan. De már ez a cím is elég provokatív, de mindegy.
Én nem fűzök most már többet hozzá, mert engem nagyon kiégette a Hát biztosítékanyagok, azt igen, láttam. ez nekem is hazavágott teljesen, szóval akkor erről ennyit mehetünk tovább. Kettő kisebb, nagyobb trailer, amit nem rakunk bele külön. Egyik az a nemzetközi előzetese volt a Godzilla-nak, ugyanaz, mint az eddigiek, maximum egy vagy két új jelenet, továbbra is rohadt hangulatos, mindenféleképp meg kell nézni. És a Pókember, csodálatos Pókember második része is megkapta a legutolsó trailerét, mert így reklámozták, hogy ígérjük, ez a legutolsó trailer. Hát igen. Hát szerintem ez a Ja, kampány kicsit viszi a túlzásba fordult, ez a kampány. hát konkrétan már mindenki tudja, miről szól a film. Konkrétan a filmet össze tudott tenni az előzetesekből. Igen, Még egy tehetségesebb vágó ezt már meg is csinálta szerintem. lehetséges, szóval jó, hogy csak az első előzetes néztük meg. Meg én ebbe belenéztem egyébként, csak egy jelenet erejéig, de fú, nagyon örülök, hogy nem néztünk többet, mert ez is nagyon-nagyon jónak tűnik. Szóval akkor ennyit az előzeteseinkről, átbeszéltünk mindent, a zombúbiszt próbáljuk törölni az agyunkból, és akkor mehetünk premierjeinkre. Hát az első premierünk a héten az a Noé, ami szerintem az egyik legígéretesebb. Ugye ez a Noé hát a bibliai alapokkal rendelkező Noé történetét fogja kicsit másként előadni. Ugye a főszerepben Russell Crowe kapta meg, ő lesz Noé. Valamint itt szerepel még a Emma Watson, ugye, akit a Harry Potter Hermione-ként ismerhetünk. És hát ugye teljesen más oldalról közelítem meg ezt az egész Noé történetet, és egy kicsit borongósabb tónust ad ennek az egész filmnek, legalábbis az előzetes alapján, és mondjuk személy szerint engem nagyon fölkeltette a figyelmemet, hogy ez vajon milyen lehet. Mert őszintén szóval érdekel, hogy működhet ez, mert nem sok bibliai alapot adtak ennek a filmnek, úgy tudom. Igen, Tehát csak a sztorián. Alapsztori. Aronofsky fogja írni, rendezni, aki a Fekete Hattyút, a Pankrátort, meg a Forrást csinálta. Szóval senki egy agyatlan blockbusterre számítson, hiába öltél bele rengeteg pénzt, és néz ki marha látványosan. Azért komoly tartalom lesz mögötte, mint az összes filmjébe. Szóval nem egy átlag blockbuster lesz, nem egy sima kis katasztrófa filmként kell lesz majd felfogni. Itt a jobb. Mély szerintem elég összetett üzenet lesz, legalábbis a rendező előző filmjeit tekintve. Igen. És szerintem ez nagyon nézős, Hát ez legalábbis nekem. igen, ez nagyon-nagyon nézős. Ja, Russell Crowe főszerepben szerintem nagyon jó lesz. Emma Watson meg említettük, ő is jó egyébként, mint Daniel Radcliffe-nél beszéltük, ő is próbálja levetni ezt a Harry Potter gúnyát, és neki szerintem össze fog jönni. Akkor ez mindenféleképp nézős, mehetünk is következő premierünkre, ami a Mr. Morgan utolsó szerelme. Ez egy feliratos német-belga-amerikai-francia koprodukció Michael Caine-nel. A főszerepben arról szól, hogy Michael Caine által játszott Matthew Morgan egy több tízezer éves házasság után elveszi a feleségét. És akkor ilyen kisebb dráma Párizsban játszódik majd. És ugye ilyen keserédes drámának ígérkezik, és az ilyeneket én mindig szeretem. Tehát Párizs alaphelyszín szerintem nagyon jó választás, és maga ez a... Tehát, hogy elvesztít mindent, életkedvét, családját, és akkor így próbálkozik, gondolom, majd újra. Újra érzéseket kelteni magában, egy francia nővel találkozik, és akkor vele együtt próbálja majd ugye újra megtalálni magában ezt a képességet, de szóval nagyon jónak tűnik. Engem nekem ez tetszik, egyébként érdekel, szeretem az ilyen filmeket. És Hans Zimmer szerzi a zenéjét. Hát még mindenképp egy érdekes drámának ígérkezik. Szóval azt is akár meg lehet nézni a héten. De szerintem ugorjunk is a következő premierünkre. Ez az Éljen a szabadság. Most ez egy feliratos olasz vígjáték. A sztori lényege annyi, hogy két, ugye egy ellenzéki kampány zajlik a választások előtt, és ugye az ellenzéki pártnak a jelöltje, vezetője megunja ezt az egészet, és külföldre utazik. És ugye a stáb vezetője pedig kitalálja, hogy
párt vezetőjének az ikertestvére veszi át a szerepét, amíg nincs az országban, hogy a média meg ne tudja. És hát igazából ebből lesz egy ilyen szokásos kalamajka. Ez a legjobb szó szerintem. Ez egy ilyen tipikus vígjáték szerintem. Ja. Nem tudom, hogy látod. Hát igen, sztori egyébként nem tűnik rossznak, elég érdekes. Olasz vígjáték. Olaszok most kaptak Oscart, ugye a legjobb idegen nyelvű filmért. Ez jónak tűnik. Robert Ando írja, rendezi, mindent ő csinál, szóval nem tűnik ez rossznak. Nem mondom azt, hogy el fogok rá rohanni moziba, de... Valószínűleg én se. Igen, akkor már inkább a Mr. Morgan. Vagy hát nyilván a Noé. Igen. De nem szólnám le, nem tűnik rossznak. Következő előzetesünk pedig, premierünk, kösz, az, bocs. Az a Működik a kémia, szóval már álomgyárból érkezik nekünk. Sam Rockwell a főszerepben egy patikus játszik, szürke hétköznapi élet, segít az emberek panaszain, bajain, még nem velem lép az életébe Elizabeth, akit Olivia Wilde alakít, és akkor itt egy fellángoló viszony lesz kettejük között, és akkor ezt nem tudja majd kezelni, kicsúszik a kezek közül az irányítás. Szóval romantikus dráma, hát inkább romantikus film, mint dráma, de Sam Rockwell nagyon jó színésznek tartom, a Hét Pszichopatából még mindig zseniális. Nem tűnik végül is ez olyan rossznak, bár nem mondom azt, hogy erre is elrohannék. Nagyjából egyetértek veled. És hát az utolsó premier a héten, ugye a Szerelmem New Yorkba, ez igazából egy ilyen francia film. És hát a rövid történet annyi, hogy egy ilyen baráti társaság, amikor ugye 30-as éveiben jár, mindenki máshol, másmerre dolgozik, de összeáll ez az ötös fogat, és hát elmegy New Yorkba, hogy kicsit szórakozzanak együtt. És hát nagyjából erről szól ez a francia film, és hát ez ilyen vígjátéknak hat, én úgy gondolom. Egy kicsit ilyen másnaposok beütéssel ez a road movie-hoz hasonló film. New York az jó alaphangulat, mint az előbb Párizs, szóval az helyszínválasztás ez jó. Hát a sztori meg már azért elég sokszor látott, olvasott, hallott. A modellám is olyan rossznak tűnik, de annyira nem keltette fel az érdeklődésem igazából. Igen. Tehát én nekem a héten legalábbis ezek a premierek közül leginkább a Noé, vagy éppen a Mr. Morgan utolsó szerelme az, amit én úgy megnéznék. Nekem is ez a kettő, ami felkeltette az érdeklődésem. Akkor ennyit a premierekről, átbeszéltünk mindent, és akkor jöhetnek a nemrégiben megnézett filmjeink. Kezdjük is a sort. Az első a Dallas Buyers Club lesz a Mielőtt meghaltam. Ugye friss 3 Oscar díjas film. És hát nézzük a történetet, Bálint. Hát a rövid történet annyi, hogy Matthew McConaughey, aki Ron Woodford Woodford szerepét vagy ként van feltüntetve a filmbe, ő egy igazi texasi cowboy, aki ugye bikákon lovagol, iszik, nőket szed fő éjjel-nappal, és hát lenézi a melegeket, meg az ilyen hasonló tőle eltérő személyeket. Még nem, ki nem derül, hogy ő elkapta a HIV vírust, és hát éces lesz. És ugye ő ezt először nem akarja elhinni, nem tudja feldolgozni, majd elkezdi keresni a gyógymódokat. És hát ugye rájön, hogy nem is olyan egyszerű, mert hogy erre nincs gyógymód, csak a tüneteket lehet enyhíteni. És miután Mexikóban találja meg az enyhítő gyógyszereket, és a hasonló hatóanyagokat, amelyeket az USA-ban ugye nem engedélyezett a gyógyszerhivatal, vagyis az egészségügyi hivatal, és ő elkezdi átcsempészni az amerikai éceseknek ezeket a gyógyszereket, hogy ne csak neki, hanem másoknak is tudjon enyhíteni ezeken a tüneteken. És hát a történet röviden ennyi. Uh-huh.
És milyen maga a film? Nekem nagyon tetszett. Igen, ezt osztom én is, Tényleg. nagyon-nagyon jó sikerült filmről van szó. Szóval, ami kifejezetten tetszett, hogy ez a sztori, ez azért ebből lehetett volna csinálni egy ilyen hatalmas nagy Oscar csalit, és nem csinálták azt, tehát nem lett tele ilyen hú, de nagyon Oscart akarunk nyerni, hanem egy teljesen jó végigvitt átgondolt dolog, nem díjhajhász film. Igen, úgy élvezetesen zajlott le az egész, nem siettek vele, de nem is untattak vele, és nem volt, semmi gics nem volt benne. Igen. És ez ugye nagyban hozzájáró színészek játéka. Igen, főként ugye Matthew McConaughey, aki Oscart is kapott érte. Igen, egy Jared Leto, aki szintén Oscart is kapott érte. Mind a ugye ketten Jared szerintem hatalmasat hoznak. Eszméletlen nagyot hoznak. Tehát Matthew McConaughey, hogy mennyit fogyott erre a szerepre, az egyszerűen hihetetlen, és az a kis pervers bajusszal lenyűgöző. Jared Leto ugye pedig ő egy híres nőcsávász énekes, de itt viszont egy transzfesztát játszik el, és lenyűgözően hitelesen adja elő ezt az egészet. Igen, van neki az a tükrös jelenete, az nagyon, nagyon, nagyon ütős volt. Mert mikor ugye a film egyik legerősebb, talán legkeményebb jelentőgó meglátogatja az édesapját, az... Az... Igen, tehát szerintem ez a mi reakciónk is leírja, hogy ez mennyire hatásos volt. Egyetlen egy problémám volt, hogy ugye a női főszereplő ebben a filmben Jennifer Garner Eve szerepében. Most Jennifer Garner kifejezetten nem rossz színész, nem is jó, de Jared Leto és Matthew McConaughey mellett kifejezetten rossz színésznek tűnik. Igen, hát eltörpült mellettük. Nagyon nem zavart egyébként, nem volt vele semmi problémám, csak hát mellettük annyira kicsit így elveszett. Nagyon kilógott. De... Igen, még engem kicsit zavart, az pedig, hogy nagyon gyorsan lezárták a filmet. Tehát, hogy én még úgy néztem volna, és hogy egyik pillanatról a másikra vége lett, és így... Oké? Tehát nagyon szépen kezelték ezt a végét. Nagyon elsiklottak egy-két dolog fölött, nem zárták le teljesen. Tehát én még úgy néztem volna. Kicsit még egy 20 percet rászámolhattunk volna a filmre, szerintem. Legalább. De én úgy gondolom, hogy azért tehát a lezárása magában nem volt baj. Azzal nem, persze, csak kicsit jobban belemeltek volna, vagy még tovább húzhatták volna egy kicsit, szerintem úgy még úgy elnéztem volna. Meg a sok időbeli ugrás néha egy kicsit kiszakított a filmből, nem nagyon, nem számottevően, csak olyan úgy kicsit életrajziasabbá tette itt Ron Woodruffnak a történetét. De ez nem nagy negatívumok, szóval nem számottevő problémák. Igen. Hát mi van itt nekünk két tökéletes színészi alakítás. Szerintem Jean-Marc Vallée rendező nagyon jó kézbe tartotta a dolgot. A vágás, ezt mindenféleképp kiemelném, az is remek volt. Igen. És olyan, sokszor olyan feel good volt az egész. Igen. Azt... Annak ellenére, hogy a sztoria annyira nem feel Igen, good. Tehát a sztoria az nagyon szomorú. Tehát nyilván már az elején lehet tudni, hogy mi lesz a vége a filmnek. A magyar címből ugye egyértelmű. Igen, és az is tetszett, hogy a végén nem hoztak ilyeneket, mint más filmekben, hogy akkor mutatják lassú haláltusát, halálvívódást, hanem azt mutatták meg, hogy próbál élni. Igen, hogy, de igazából az volt ebben az egészben a szép, hogy egy alapvetően abszolút tehát abszolút negatív szerepből, illetve karakterből Matthew McConaughey egy igen szerethető és ember szerető emberré alakult át ebbe az egész sztoriba, és ez szerintem így volt. Igen, nagyon szépen végigvitték ezt a jelenfejlődést. És még az is tetszett, hogy más filmben előtték volna az, hogy ugye szépen a szemünk láttára megy tönkre az ember, de itt már alapból a kezdetnél. Ugye igen. Elég problémás volt a helyzet, és nem feküdtek el a plusz drámai faktorra, hanem tényleg volt egy remek sztori, amit elmeséltek végig, és nem kellett plusz gicset hozzáadni. Nyilván ez kellett remek színészi teljesítmény is, meg a forgatókönyv is szerintem nagyon jól sikerült. Igen. Na hát akkor mindenféleképp ajánljuk nektek. Igen, mindenképpen nézzük meg. Én egy 10/8,5-et adtam rá. Én is 8,5-et adtam rá, nem is beszéltünk össze, szóval nagyszerű. Akkor mehetünk tovább. Következő filmünk pedig a Frozen, a jégvarázs lesz. Ugye ez is egy friss Oscar-díjas film, legjobb animációs kategória. És akkor ennek nézzük a történetét, Bálint.
Hát a története igazából annyi, hogy egy királyságban, egy ilyen városban a királynak és királylénak két gyereke van, azonban az egyikük, az idősebb, varázseleje van, és képes megfogyasztani a dolgokat maga körül. És történik egy baleset, aminek során a kisebb gyermeket ugye megsebzi ezzel a fagyasztó képességével az idősebbik, és emiatt elzárkózik mindentől. De a szüleik meghalnak, és neki kell lennie a királynőnek, amikor betölti a megfelelő kort, és ezen a koronázó ceremónián a fiatalabb testvére, ugye ő ennek örül, mert úgy érzi, hogy ettől végre szabadság lesz, hogy emberek leszik körül, hogy nem lesz egyedül, mert a nővére nélkül egyedül érzi magát. Ugye Anna volt ugye az idősebbik, és vagy a fiatalabb, és ezen az ünnepségen találkozik egy herceggel, akiben villámgyorsan beleszeret, és feleségül akar menni hozzá. Erre a bejelentésre ugye ez a viszont zaklatott lesz, és ezért kitör belőle a képessége. Egy végtelen telet hoz a városra, a királyságra, és elmenekül a hegyekbe. És ugye az a történet most meséli el, hogy Anna keresi őt, hogy vissza akarja hozni, és rendbe hozza mindent. Na, hát köszönöm, remekül összefoglaltad ezt a történetet nekünk. Na, hát akkor menjünk bele mélyebben, hogy tetszett neked ez a film? Nagyon tetszett, tehát főleg ezek hogy végre váltottunk erről, hogy nem a szerelem mindenek fölött, hogy első látásra megszeretem, és akkor tudja, hogy ő az igazi, hanem egy testvéri kapcsolatot mutatott be, hogy küzdenek egymásért, hogy lehet fölépíteni, hogy még akkor is, hogyha az egyik ellenzi, de mégis helyrehozzák a dolgokat. Voltak benne ilyen vicces kis karakterek, például a trollok, vagy Olaf a hóember, vagy a rénszarvas, aki kutyaként viselkedett. Tehát, itt az aranyhajba. Igen, tehát ez nagyon, nagyon szórakoztató karakterekkel is volt ellátva. Igen. És volt egy nagyon nagy poén, amikor a jégszános Krisztóf megkérdezi Anától, hogy egy napja ismered, és már a feleségük akarsz menni hozzá, hát milyen elnevetek dolga ez, tehát, és ez annyira tetszett. Igen, igen. Ilyet megfogalmazni. Yes, eléggé szembe mentek a saját dolgaikkal itt a Disney-nél, és mennyire igen, parodisztikus igazság. Volt. Igen, mikor ott... Tehát nagyon nagy igazság van benne, és ez nagyon tetszett, hogy ezt végre kimondták. Igen, az első, itt is volt szerelem első látása, de az annyira kifordítva volt bemutatva, hogy nagyon szórakoztató volt. Igen, és ez nekem személy szerint nagyon tetszett, hogy ennyire szembe mentek magukkal, és végre reálisabban mutatták be ezt az egészet. Ahogy mondod, és Olaf, amit már említettünk, karakter, az egyik legviccesebb Disney mellékkarakter szerintem. Tehát annyira aranyos, és olyan poénokat szórt. Ugye volt neki egy kis dala, a már dalokról, tehát szerintem itt most végre minden dal el volt találva. Ugye a Let It Go, amit nem tudja az ember kiverni a fejéből, az nagyon jó. És Olafnak is volt ez a nyár kívánó zenéje. Ez furcsa mondjuk egy hóembertől, de... Igen. Nagyon jó volt. Szóval nagyon vicces volt. Kicsit rövid. És nekik... Igen. Na kicsit rövid volt, és nekem tehát a legjobban azt tetszett ebbe az Olaf karakterbe, ezek az egysorosai. Igen. Tehát olyan kérdései voltak, hogy az elképeszt. Szóval, ez tényleg tetszett, jó volt. Nem olyan volt a többi. Mostanában készülő Disney mese, az aranyharra nagyon hajazott, egy kicsit, de nagyon jó sikert. Alapjában elég szomorú az a történet, tehát ilyen, már korábban ilyen görög sors tragédiához hasonlítottam, hogy a két testvér így felnő egymás mellett, de úgy, hogy el is vannak zárva egymástól, szóval ez olyan elég szomorú sztori. Meg hogy, de az már nagyon felemelő, hogy látod a húgot, ahogy hó szörnyeken keresztül megy föl és próbálja a nővérét idézőjelben megmenteni. Szóval ez szerintem nagyon, nagyon felemelő és szép történet. Valamint igen, szerintem ugye ez a királylány karakter, ezeken nagyon tetszett, mert most már nem az van, mint régen ez a fenkölt, fenséges, nagyon szép, nagyon minden, hanem
Kicsit esetlen, kócos, vicces, kicsit furcsa, de szerethető. Szóval nekem ez a királylány karakter jobban bejön. Meg, hogy őszinte legyek, egy kicsit reálisabb is. Igen. Szóval ez nagyon jó volt. A trollokat említette, hogy nagyon viccesek, bár ott valami kisebb háttérsztori mondjuk nem lett volna rossz, hogy ők most akkor Igen. kicsodák, vagy ők micsodák, azt úgy kispórolták. Még úgy említettem, hogy rövid volt, valahogy úgy jobban el lehetett volna mélyíteni szerintem a dolgokat, de azért gyerekmeseként, animációként szerintem nagyon jó volt. És üzenete is szép volt, ugye említette, hogy most nem a szerelmet állították előtérbe, hanem a testvéri szeretetet. Ez nagyon ötletes volt, szóval Frozen, yes, lehet mindenkinek. Olyan 8 pont körülire tudnám satszolni. Én is pont. Én is úgy gondoltam, hogy pont 8. Szóval ez megint összejött. Ez összejött. És hát a következő filmünkre akkor térjünk is át, ami nem más, mint az amerikai botrány. Pontosan. És hát, Dávid, ezt inkább te láttad. Hát, vezest föl. Na nézzük, David O. Russell új munkája, aki a napos oldalt és a farcost, a The Fighter-t hozta nekünk korábban. 10 Oscar jelölték, nagy Oscar csali volt ez is. A sztori szerint Christian Bale és Amy Adams karaktere Irving és Sydney. Bradley Cooper karaktere elkapja őket, ők ilyen csalók, és beépíti őket a maffiába, idézőjelbe, és el kell kapniuk a többi nagyobb fejest. És ez az alapsztori, mindenkinek át kell vernie mindenkit. És hát összességében nem hallottam túl jókat a filmről a magyar sajtótól, külföldiek azért imádták, és a magyar néző vélemények se épp a legpompásabbba kerül a filmről, de szerintem meg egész jól sikerült. Szóval rosszabbat vártam, de végül nem azt kaptam. Az alapsztori az szerintem érdekes lenne. Ugye úgy kezdünk, hogy bemutatják Christian Bale karakterét, szerintem az hatalmas. Jött a parókáját állítatja a hatalmas hasával, és utána megismerkedik ugye Amy Adams-el, de közben Christian Bale-nek van egy felesége, aki Jennifer Lawrence-hoz megint hibátlan alakítással, tőle már nem is várunk mást egyébként. Viszont ők nagyon összegabajodnak Amy Adams-el, és egymásba szeretnek, közösen dolgoznak, átverik az embereket, de kicsiben csinálják mindig, mert akkor sem nem akarnak lebukni, de hát nyilván ugye egyszer mindenkit elkapnak, szóval Bradley Cooper által, az Richard DiMaso is elkapja őket. És hát ugye ez az ára, hogy ne csukják őket, hogy működjenek együtt, és minél több fejest, minél több rossz embert kapjanak el neki, és akkor ez a fő konfliktusszá. És hát nyilván itt van még ez az idézőjelben rakom szerelmi háromszor, de Christian Bale annyira nem szereti a feleségét, de a hatalma alatt van mégis, mert Jennifer Lawrence marha jól hozza a karaktert. Szóval a filmre visszatérve, a hossza viszont nekem egy kicsit megérződött, tehát bővel 2 óra után vagyunk, és hát a közepe fele egy kicsit leült. Úgy mondom, hogy annyira ott elvesztett az érdeklődésem, mert túl voltak nyújtva a dolgok nagyon, és a forgatókönyv szerintem nem volt jól kidolgozva. Jelölték Oscarra is a forgatókönyvet, amit annyira nem nagyon értek meg, hiszen maga a rendező nyilatkozta a forgatás, hogy a forgatókönyv annyira nem érdekli, csak a karakterek. De igazából a karakterek se voltak annyira jól kidolgozva, inkább a színészek brilliroztak. Tehát, ami még kisebb problémám volt, hogy senki nem volt szerethető karakter. Szóval Christian Bale olyan meghúzódó, piti, de azért nagyon okos, és úgy kerüli a bajt, de végig csalja a feleségét, annyira nem volt szimpatikus karakter. Amy Adams-nak elég furcsa szerep jutott, de tökéletesen hájtált benne. Ugye ott ingázott Bradley Cooper és Christian Bale között, de már nem tudtad, hogy ki, hogy, mikor, miért, nyilván mindenkit átver mindenkit. Bradley Cooper végleg meggyőzött, most már ő is egy jó színész. Már a napos oldalbeli karakterét hozta főleg. Hát csak egy kicsit még őrültebb volt annál is, és kevésbé kedvelhető. Jennifer Lawrence, meg ugye a feleség szerepében otthon ülő házi anya, ugye smink, manikűr, minden ahogy kell. Még a mikrót is felgyújtotta, ami ugye lehetetlenség. Szóval ő nagyon élte ezt a szerepet. Nincs sok szerepe, de hatalmas a részeg jelenetei, azok meg egyszerűen fenomenálisak.
Szóval hát ez van nekünk, a négy színész nagyon viszi előre a filmet. Maga a forgatókönyv meg eléggé hátráltatja ezt a filmet. Jeremy Renner nem jelölték Oscarot, nem is szokták annyira kiemelni, amit nem is értek. Ő a polgármestert alakítja, aki talán ő az, akit úgy lehet kedvelni, ha nagyon akarod. Ő is benne van az egészben nyakig, de ő valahogy még tisztességesebbnek tűnik, és a színészi alakítása is remek. Szóval, és még egy dolgot mindenféleképp szeretnék kiemelni. A film háromnegyedénél van egy hatalmas cameo. Nem fogok előni, hogy ki csinálja és hogy micsoda, de az zseniális. Nagyon tetszett. Louis C.K. is fellelhető a filmben, egyik kedvenc stand-up komikusom. Ő, neki van egy, hát egy ilyen halászos sztoria, amit mindig másképp mond el, és soha nem sikerül befejezni. Szerintem hatalmas poén volt. De szóval nem bántam meg, hogy megnéztem. Annyira nem estem szerelembe a filmmel, de egy megnézés mindenféleképpen szerintem megérdemel, érdekes volt. Nagyjából, csak tényleg ez a forgatókönyv problémák, illetve kicsit túl volt nyújtva. De a lezárás, hú, mi tényleg arról akartam egy kicsit beszélni, az meglepő. Az szerintem elég csavaros volt, de nem mennék bele spoilerekbe, de azon is lenne mit beszélni. Általában valamennyire igaz történetet dolgoz fel a film. Hát meglepő, az biztos. Az, hogy jó vagy rossz, hát valahol közte. De és hanyasra értékeled magát a filmet? Hát 7 pontot adtam neki. Igazából Oscar jelölések, a színész megérdemelte az összes forgatókönyv, az nem, szerintem a rendezése annyira. De nem olyan rossz egyébként, mint ahol több helyen írják. Hát maga a 10 Oscar jelölés az meg már a másik véglet, tehát szerintem valahol a kettő között van. Szóval egy simán fogyasztható film. Ajánlom neked majd, hogy fejezd be. Rendben. Szerintem nagyon jól összefoglaltad, Dávid. Valamennyit te is láttál belőle, ugye? Hát az első fél, háromnegyed órát, igen. Na és akkor az alapján valami mi jött le neked? Hát az nekem is lehet, hogy igazából a forgatókönyv az nem erőssége ennek a filmnek, viszont a színészek szerintem billíroznak. Uh-huh. És nagyon rámentek erre a kapcsolat dinamikákra, én úgy vettem észre. Igen, igen. És ez a színészek meg tökéletes alapanyagok. Tehát a film, hát több mint fele az improvizáción alapul. Tehát vannak ilyen jelenetek, például Christian Bale meg Jennifer Lawrence nagy beszekedős jelenete, ami teljes mértékben improvizáció. Ez nem volt benne se a forgatókönyvben, sehol. Csak neki álltak improvizálni, és vették föl, mert olyan marha jó volt. És a film szinte csak ilyen jelenetekből áll. Igen, mert már megvan a kémia a színészek között, és ez nagyon jól működik a vásznon is. Ez más színészekkel ez nem lett volna egy jó film, egyáltalán nem. De ők ezt nagyon eladták. Szóval én ajánlom megnézni, de azért ne váljátok csodát ettől a filmtől. Igen. Na, hát akkor még egy átbeszélni valónk van hosszabban, ez pedig az Ender's Game, a végjáték. Bálint, átadnám neked a szót. Most Bálint magánszáma következik, egy darabig. Hát a sztoriról röviden annyit, hogy egy idegen faj, amiknek a magyar nevét ki nem fogom mondani, megtámadja a Földet, de sikerül visszaverni ezt az inváziót, ilyen bogárszerű lények, és a kormány ugye úgy dönt, hogy elindít egy programot, hogy fölkészüljön a további támadásokra, és gyerekeket kezd kiképezni erre az egészre, és keresik azt a gyereket, aki majd képes lesz legyőzni ezt az ellenséges idegen fajt. És ugye, ha jól tudom, úgy 30 évvel az invázió után vesszük föl a fonalat, és egy bizonyos Anders Wiggy, vagyis hát Andrew Wiggy-nek a történet szálát vezeti végig, hogy kerül be ebbe a programba, hogy képzik ki, és végül hogy állt helyt magában ebbe a háborúban. Most ugye itt azért a többsége a színészeknek gyerek, és ebbe azt tetszik nagyon, hogy ez viszont nagyon jól szerepelnek. Tehát ahhoz képest, hogy gyerekszínészek kifejezetten jók, a karakterek maguk is nagyon el vannak találva. Az egész probléma a filmmel az, hogy nem kapott elég teret.
Tehát nagyon sok kiaknázatlan lehetőség, nagyon sok drámai faktor, nagyon sok személyiség van, ami a több teret kap, akkor sokkal hatásosabb és sokkal jobb lett volna szerintem. Nem tudom, te hogy látod. Szerintem is. Nem olvastam a könyvet, de lehet, hogy azt pótolni kellene, mert szerintem megvan a potenciál ebbe, hogy jó lehet, de ami nyilván itt is el lesz sütni a szokásos mantrát, meg kicsit unalmassá válik, hogy jó, mert ez a könyv jobb volt, tehát valószínűleg itt is ez van. Tehát tipikusabb könyv adaptációs problémákat szenved, de nem nagyon mennek mélyen bele a dolgokba. Sok helyen eléggé logikátlan és bosszantóan, tényleg bosszantóan logikátlan volt, meg kidolgozatlanság, ami főleg jellemezte. Színészek jók voltak, gyerekszínész, ugye a leleményes Hugo, ő szerintem nagyon jó, igen, ő szerintem nagyon jó a helyt állt. Szóval a drámai jelenetekben is jó volt, illetve amikor irányítani kellett, akkor meg aztán tényleg nagyon jó volt. És a igen. Öregek közül meg Harrison Ford, aki nem tudom, hogy mit keresett hogy ebbe a filmbe, de ő azért, na, szép volt. Mikor szintiszta lovakhoz hasonlította a gyerekeket, akkor így oké. Igen, Vannak problémák, öreg. Igen, tehát ő se egy ilyen tipikusan jó karaktert kapott, de alapvetően nagyon jó hozta. Nagyon, és egyáltalán nem volt szimpatikus karaktere, tehát tényleg úgy tekintett a gyerekekre, mint hát valami állatokra, akiket tenyész, akiket ki kell erre a célra fejleszteni, hogy tökéletes vezetők legyenek, és az emberi tényező az egyáltalán nem érdekelte őt, csak a kiképzés. És a kiképzés az viszont szerintem nagyon jó volt. Az első, igen, nem tudom, 1 óra 40 perc a filmben az ötletes volt, nekem azt tetszett. Az a nulla gravitációs dolog, ez már kicsit lejárt lemez itt gravitáció meg eredet óta, de azért itt is jól működött. Igen, most én igazából úgy gondolom, hogy van egy nagyon jó potenciával rendelkező alapsztori, nagyon jó színészek, és nagyon sok lehetőség, hogy egy nagyon jó filmet hozzanak össze, csak ezzel az idő miatt, illetve néhány előtt baki miatt nem sikerül összehozni. Van ugyan egy fordulat, ami nagyon jól funkcionál szerintem a filmben, de az se kapott elég teret. Úgy. Igen, ez befejezés előtt kb. 5 perccel van, és utána még lezavarnak még 2 dolgot, még a befejezés, és azért mondtam, hogy ez eléggé kidolgozott, nagyon súlytalan lett az, aminek egyébként marha nagy súlya van. Igen. Meg előtte volt még egy fordulat, de az gondolom nem nagyon lepett meg senkit. Ugye, Ben Kingsley színre toppanása. Igen, tehát az... Jó öreg Ben Kingsley, azt sem tudom, hogy ő mit keres itt, de... Igen, de... nagyon Maori tetkózva. De ő is jó. De alapvetően... Hozni kellett. Alapvetően egy ilyen szombat esti filmnek szerintem tökéletes. Hát, talán nem az csak... Az a baj, nem tudom teljesen biztosan ajánlani, mert például a saját példámon kiindulva, hogy sokszor kirekesztett a filmből, hogy agyaltam, hogy miért, ez hogy... Meg velem van a probléma, de én ezt az alapszorít nehezebben tudom elfogadni, hogy most gyerekeket kell betennünk itt idézőjelben a hadsereg vezető pozíciójába, és akkor ők nyerik meg, meg ők oldják meg a háborút. Még igazából azt se tudtuk meg, hogy Ender miért ennyire fontos, ennyire jelent. Biztos a könyvben ez ki van fejtve, azt én nem. Persze. Azt én tehát nem. Valószínűleg a könyvet azt érdemes. Jó, értem, csak hogy tudod, beültünk a film, és akkor én a filmet láttam, ettől várom a választ, nem a könyvtől. Igen. Szóval... Igen. Arra én nem kaptam választ, hogy most oké, rendkívül okos, mert minden ez így nagyon frankó, de meg a háttérsztori, a társadalmi háttérsztori, az se lett kibontva egyáltalán, hogy most akkor pontosan mi van. Ez is egy kicsit zavart. Meg hogy az ülényekre nagyon keveset tudunk. Igen, csak hát a nevüket, amiket ugye nem mondunk ki. Meg hogy egy hangyaszerű lények. Ne, játssz az életed elég elég furcsa magyar nevet kaptak. Na mindegy, értékeim, de mit gondolsz, hanyas? Hát nem mondanám azt, hogy egy nézhetetlenül rossz film, szóval nem bántam még, hogy megnéztem, csak kicsi bosszant pár dolog. Olyan 6 pontot ér nálam a film. Én olyan 6,5-7-re raktam. Igazából azért bosszantom, mert ez lehetett volna egy igen, 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 igen. Ez tipikusan az a kategória, hogy ez viszont lehetett volna jobb. Nem volt rossz, de lehetett volna sokkal jobb. No mindegy, akkor menjünk tovább. Most jön a röviden
Bálint, tiéd a szó. Hát én ugye megnéztem a héten a fogságban és a vérmeséket, és hát először kezdeném a fogságban. Ugye itt egy nagyon jó sztori, nagyon jó feszültsége fölépített történet egy gyermek elrablásáról, és hogy hogy találják meg. És nagyon jól végigvitte a Hugh Jackman, nagyon jó színész volt, és egy nagyon jó fordulattal zárták le a végét, és hagyták, hogy te döntsd el. Nekem nagyon tetszett, és mindenkinek ajánlom igazából, 10/8-ra értékelem. A másik film a The Family, amit ugye a zseniális magyar fordítók vérmeséknek fordítottak. Most ugye a főszereplő itt Robert De Niro, aki végre megint mafiózót alakít, ugye beköpte a családját, és ezért el kell menekülni a Normandiába, és igazából bemutatja, hogy ez a család hogy éli meg ezt a menekülést, meg a hasonlókat. Vannak benne nagyon jó poénok, de vannak benne olyan érdekes dolgok, amiket nem tudtam hova rakni, de úgy gondolom, hogy egy ilyen kis végjátékszerű akciónak titulálom, mert a végén az kicsit merész volt. Úgy gondolod? Igen. Egy olyan 10/7-et azért nálam megér. Ja, mind a kettő film jó sikerült, inkább a fogságban. A vérmeség az néha már kicsit túlzottan sötét volt végjátékhoz képest, de Niro még mindig nagy király. Akkor én a Manhattanről beszélnék egy kicsit, 1979-es Woody Allen film, nagy kedvencem Woody Allen, és hát ez egy szerelmi vallomás New Yorknak körülbelül az első 5-10 percben, hát láthatunk főleg montázsokat, New Yorkot, tűzijáték, minden van, és utána elindul a sztorink, Woody Allen ismét neurotikus karakterben, és egy 17 éves lánya barátnője. És hát ez az alap sztori. Igazából nem komoly a kapcsolatuk, a lánya szerelmes, viszont ő meg tudja azt, hogy van köztük, hogy 30 év, szóval ezt annyira nem veszi komolyan. A baráti társasága révén megismerkedik a kötelező Diane Keatonnel, és köztük alakul ki egy kezdeti unszimpatikus dologból egy eléggé szimpatikus dolog, és hát tipikus a Woody Allen film. Tehát rendkívül szórakoztató, nagyon okosan megírt forgatókönyv, hatalmas dialógusok, és hát Woody Allen jó színész is, szóval nagyon jól hozza ezt a karaktert. Ő mindig egy karaktert szokott játszani, de abban fenomenális. Olyan dumái vannak, hogy megállás nélkül beszél. Nagyon vicces, és nagyon jól működik köztük Diane Keaton-nel a kémia. Tehát Woody Allen, nem azt mondom, hogy ő egy nagyon vonzó ember, de nagyon megvan a kapcsolat közöttük, mert még a fiatal színésznővel, és akik egyébként Oscar is jelölteket a szerep miatt, köztük is jól működik. Főleg művészet a téma, művészetekről beszélgetnek, mint ahogy Woody Allen filmekben szokás. Tehát nagyon jól sikerült, nekem nagyon tetszett. Végig szórakoztató és vicces volt, voltak benne hatalmas poénok. És ami érdekes, hogy Woody Allen nem szereti annyira ezt a filmjét, a kritikusok, meg a közönség meg imádja, szóval ezt annyira nem is értem, hogy mi a problémája vele, de szóval összességében remek Woody Allen film, 7,5-8 pont körül satszolnám be, muszájna pontozni, de nézzétek meg, hogyha még nem láttátok, nagyon jól sikerült, nekem tetszett. Na, akkor köszönjük. Röviden megbeszéltük ezeket, mások egy feladatunk van hátra. A nagy füzet, Amerikán kívül, magyar film, Szász Jánostól. Bálint, visszaadnám neked a szót. Nem tudom, hogy ezt felirattal nézted el, mert ugye te hangoztatod, hogy felirattal kell nézni minden filmet. Hát ez nehéz lett. Angol felirat. Minden esetre a története annyi, hogy a második világháború kitör, és egy iker fiúk annak az apja elmegy a háborúba. Az anyjuk pedig a nagymamájukhoz viszi el őket, hogy biztonságban legyenek a háború oltalmaitól, de ő maga nem maradott. És hát röviden annyit mondanék, mert nem akarok senkinek semmit spoilerezni, hogy az ő életben maradásukat, az ő fejlődésüket mutatja be az egész sztori. És igen, és nagyon, nagyon sötét. Igen. És ami nagyon durva, hogy
Na igen, nagyon sötét, nagyon hideg, de nevek sincsenek ebbe a filmbe. Igen. Nem tudom, főtűnt-e, vagy senkinek nem volt neve. Hát jó. A tiszt, a tiszt, nagymama, anya, apa. Egyik, másik. Szukafatyja. Szukafatyja, tényleg. Ez hatalmas. És hogy tehát ez a fejlődés, meg ez a lelki terror, ami éri őket, és ami alapján átalakulnak, hogy milyen szenvedésen és gyötrelmeken mennek keresztül, egyszerűen lenyűgöző. És a gyerekszínészek, a nagymama lenyűgöző alakítást nyújtanak. Tehát én nem tudok belekötni ebbe a filmbe. Hát igen, annyira én se. Tehát kicsit távolságtartó volt, nyilván szándékosan. És hát ahogy beszéltük, nagyon sötét és nagyon hideg, és hát kemény. A háború torzító hatása a lélekre az nagyon benne van az egészben. És ez a háború ellenesség, ez is átjárja az egészet. Ez a film megnézése után is ez járt a fejemben, hogy de jó, hogy nem háborúban élünk. Tehát ezt szerintem lehetetlenség elviseli. Tehát a gyerekek erősek voltak, ők ezt megpróbálták, és hát úgy néz ki, sikerülni fog nekik, bár ki tudja. Igen. De fú, kemény volt. Nagymama Molnár Piroska játsza, aki szerintem fenomenális. Tehát annyira hiteles volt, annyira félelmetes, hogy úgy féltem tőle, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól hozta a szerepét. És hát a legusztustalanabb csirkelvést is láthattuk a filmvásznon. Az biztos, de mesélj még. Hát, ugye középiskolában kellett olvasnunk novellákat, de egyik az Csát Gézától volt, az Anyagyilkosság. Nekem valamiért hasonlított egy kicsit rá, ott is kicsit deformálódottabb gyerekekről szólt, akik hát ebben lehették örömüket, hogy állatokat öltek, kínosztak, stb. És némi párhuzamot éreztem, nem felségtem túl sokat, csak valamiért sokat eszembe jutott az a könyv. Valamint ugye még Szász János írja rendezőknek voltak korábbi filmjei, ott is Csát Géza ihlette, látom a filmográfiájában, szóval ez úgy érdekes volt filmvégzés közben, mindig ez villant be az agyamba. Ami még külön tetszett az az, hogy a rajzok, tehát hogy nem mondott, nem vágott mindent az arcodba a film, hanem a gyerekek rajzain keresztül sejtették, hogy mi van, hogy van. És ez a gyermeki szemszögből szerintem nagyon erős volt. Igen, de maga ez a, tehát ez a füzet, amit úgy mutattak meg nem is, így az egész történetet úgy szerintem hitelesen végigvezette. Igen, és a fényképezés is nagyon adott pluszban hozzá. Meg ez a hangulatváltások, meg az időszakváltás, a tél is nagyon illett ebbe azt, hogy ugye volt a megfagyott katonás dolog, az is szerintem igen, nagyon erős volt. Még egy elég beteg dolog, ugye az a vöröshajú nő, ugye aki elvitte a gyerekeket magához, megfürdette őket, stb. Az elég gusztustalan egy karakter volt szerintem. Igen, az már nagyon durva volt szerintem. Azt már nem tudtam hova tenni, tehát ott volt az a pillanat, amikor mondom, most mi van? Vagy most mi legyen? És... Igen. De nekem nagyon átjött a film. Nekem is elég fájdalmas volt, ugye volt benne elég megindító dolgok, hogy az anyjukat próbálták elfelejteni, meg kínozták magukat, hogy túl tudják magukat tenni ezen, próbálják elviselni. Szóval összességében egy nagyon erős film volt, a befejezés is szerintem nagyon erős. A narráció... Meg a helyén való. Nekem nagyon tetszett a befejezés, így őszinte legyek. Nekem is tetszett, bár elég nagy kérdéseket vesz fel a vége, de ezt majd adáson kívül megbeszéljük. És hát akkor lényegében ennyi, amit akartunk mondani erről a filmről. A narráció néha engem egy kicsit kizökkentett, tehát értettem a funkciót, kicsit egyszerű volt ugye nyilván, de már sokszor nagyon-nagyon egyszerű, és néha olyan furcsára sikerül, de ez nem volna nagyon az értékéből. Szóval 100